Országos szinten tájegységi fővadászok biztosítják a megfelelő minőségű vadgazdálkodást hazánkban. A vad védelmét, a vadgazdálkodást és a vadászatot több szabály és rendelkezés is befolyásolja. A szakemberek munkája télen sem áll meg, a hideg hónapokban fontos feladatokat kell ellátniuk. A vadgazdálkodás fontos része, hogy a hideg időben gondoskodjanak az állatok ellátásáról. Egy jó gazda már október végén megkezdi az úgynevezett szoktató etetést. Az állatok így télre már megszokják azt a helyet, ahol télen élelmet találnak. Az állatok a vadászterületeken nagyobb biztonságban érzik magukat, mint egy etető alatt. A legtovább a vaddisznó bírja táplálék nélkül, de fontos mindegyik vadnak biztosítani az élelmet. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról és a vadászatról több rendelkezés is érvényben van Magyarországon. Ez szabályozza többek között azt is, hogy ki kaphat vadászati jogot, vagy hogy mi minősül vadászterületnek. A vadászati fegyvertartást egy új uniós kezdeményezés szigorítaná. Az EU a terrorizmus elleni védelemre hivatkozva korlátozná a vadászok fegyvertartását. Magyarország Csehországgal és Lengyelországgal közösen lép fel ez ellen. Erről Semmény Zsolt miniszterelnök helyettes beszélt múlt héten Budapesten. Kiemelte, hogy országszerte tájegységi fővadászok biztosítják a megfelelő minőségű vadgazdálkodást. A helyzet az, innen is üzenem derék brüsszeli bürokratáknak, hogy eszünk ágában sincsen megváltoztatni a jól bevált, életszerű, normális magyar szabályozást, és eszünk ágába nincsen megsarcolni újra pénzügyileg is, ugye a műszaki vizsgáztatás árával a sportlövőket, fegyvergyűjtőket, vadászokat, és eszünk ágába sincsen bürokratikus terheket rakni a vadásztársadalom nyakába. Vendégünk a stúdióban Fazekas Gergely, az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi szervezetének titkára. Jó napot kívánok, üdvözlöm. Változás történt a vadgazdálkodási törvényben, egyébként most 2018. január 2-ától is, de hogyha jól tudom, két évvel ezelőtti törvénynek a némi nemű finomításáról van szó. Azért a 16-os törvényről egy picit beszéljünk, hogy miért jött ez létre, miért fontos. Igen, tehát gyakorlatilag 2016-ban egy régen 20 éve működő, meglévő törvénynek történt egy teljes átformálása. Gyakorlatilag 20 év alatt olyan sok minden változott a környezetben, változott a tulajdonjogban, a vadállományban, hogy ez szükséges volt lekövetni a törvénynek egy nagyobb volumenű változásával. Gyakorlatilag ez történt meg 2016-ban és 2017-ben több részletben léptek ezek a módosítások életbe. Most pedig azóta több finom hangolása is történt ennek a törvénynek. Ugye minden gazdasági cselekménynek, minden szakterületnek vannak olyan dolgai, ami különböző ütemezésben zajlanak, és itt a vadászati törvénynél is az volt az alapelv, hogy amint következnek a feladatok, addigra legyenek ezek a részek finomra hangolva, ezért aztán szépen folyamatosan fél évente, negyed évente kisebb módosításokat eszközölnek rajta. Ez a legutóbbi is, ami január 2-a óta él, ez is egy ilyen finomítás volt. Ez a nagyon kisebb fajta módosítás például egy olyan dolog volt, hogy az éjjellátó készülékek használatát engedélyezték. Hát ugye felmerül bennünk a kérdés, hogy miért eddig ez nem volt szabad, és hogyha nem, akkor miért nem? Igen, gyakorlatilag a vadászat mindig abban az izgalmas helyzetben van, hogy a katonaságnál használatos technikák valamilyen módon próbálnak beszivárogni, hiszen nyilván fegyverekkel bánik a katona is, meg a vadász is, viszont a jó erkölcs, a vadász etika, a vadászoknak a jó érzése az ilyen gátabb szab, tehát nem lehet mindent átvenni a vadászatba, amit a katonaság használ, nem is lenne az egészséges. Az egyik ilyen határterület volt az éjjellátóknak a használata. Régóta folyik róla a szakmai vita, hogy szabad-e, nem szabad-e, és ha szabad, akkor milyen mértékig. Gyakorlatilag ezt tisztázta most ez a változtatás. A céltávcsöveket, tehát amely a vad elejtését éjszaka is lehetővé teszi, éjjellátó vagy infratávcsöveket nem engedélyezték. Ellenben a keresőtávcsöveket, amelyek a megfigyelésre alkalmasak, ezt engedélyezték a hivatásos vadászoknak elsősorban. Ami nagyon pozitív, hiszen a hivatásos vadásznak sok-sok olyan szakmai feladata van, amelyet nem tud nappal elvégezni, hiszen egy vadbeslést úgy nagyon nehéz kivitelezni, hogy a vad nem mozog nappal, mert elbújik, viszont ezt ez a éjjellátótársa nagyban könnyíti, illetve a sportvadászok részére is engedélyezték ezeknek a használatát, pontosan a baleset veszély elkerülése véget, hiszen ha belegondolunk, Magyarországnak nem nagyon van olyan megyéje, amelyik nem államhatárral szeget, és gyakorlatilag
mivel a vadászati törvény is előírja, hogy lőni csak akkor szabad, ha minden kétség kizáról meggyőződtünk arról, hogy látjuk, mire lőünk, ennek szellemében engedélyezték, hogy nehogy véletlenül egy négy kézláb kint botorkáló félhomályba gombát kereső embert véjék vaddisznónak vagy egyéb vadászható fajnak. Én azt gondolom, ez egy nagyon pozitív változás, és megfelelő helyén kezelve ezzel előrébb tud jutni a magyar vadgazdálkodás. A vadgazdálkodási törvény módosításának volt egy olyan része is, hogy a tájegységi gazdálkodást vezette be. Ez miért lényeges, és miért fontos az, hogy mondjuk nem megyénként nézték akkor a vadgazdálkodást? Igen, ez egy nagyon lényeges rész, ugyanis minden megyének eltérő adottságú részei vannak, Szabolcs megyének is van, ugye mindenki által ismert a Nyírség, a Beregi rész, a Rétközi rész, Tiszamente, és ezeknek a különböző adottságú területeknek különböző képességű a vadállomány, a vadeltartó képessége. Óriási hiba lenne, hogyha egy megyét egységesen kezelnénk vadgazdálkodási szempontból. Megvoltak ennek a tehetségi gazdálkodásnak a alapjai, hiszen a megyei vadászati hatóságok többnyire próbálták saját hatáskörükben ezek alapján bírálni eddig is a megyének a teljesítményét. Most viszont ezt teljesen jogszerűen ratifikálták, kijelölték a területi határokat, a tehetségi határokat, és gyakorlatilag ezeken a tehetségi határokon belül egymástól különböző követelményeket fogalmaznak meg a vadgazdával szemben, az alapján, hogy az a terület mire képes. Tehát akkor ezt mindenképpen üdvözlik, ezt a változást. A felvezető anyagban elhangzott, hogy ugye a téli feladatok vannak a vadásztársaságoknak, melyek ezek pontosan. Ha jól tudom, akkor pályázatokkal kapcsolatban is vannak ilyen... Így van. Gyakorlatilag a vadásztársaságoknak ilyenkor jó sok papírmunkájuk, és még több kinti feladatuk van, hiszen kinti feladatként a varaknak az etetése, gondozása egyik legnagyobb feladatuk. Ilyenkor dől el, hogy gyakorlatilag a tavaszban, a szaporodási időszakban mennyire felkészülten megy bele a var, mennyire egészséges, életerős utódokra tud majd életet adni. Míg a benti papírmunka, az pedig a kötelezően előírt adatszolgáltatások, terveknek az elkészítése, ugye azok alapján fognak gazdálkodni majd a következő évben, előző évi jelentéseknek a leadása, és hát egyéb ilyen dolgok. Gyakorlatilag ilyenkor váltják ki január és február időszakban a vadászjegyeket a vadászok, ami jogosítja őket, hogy ebben az évben is majd vadásszanak. És hát van egy nagyon örömteli újdonság, ami eddig nem volt kötelesség, nem volt feladat, de ez egy kellemes feladat. Az Országos Magyar Vadászkamara egy vadgazdálkodási alapot hívott életre, aminek gyakorlatilag a vadász terület élőhelyének, élőhelyfejlesztése, a vadak életkörülményének javítása a célja, ezekre lehetett pályázni. És most érünk abba a szakaszba, januárban volt ennek a bírálata, most februárban kezdődnek meg a szerződéskötések, és márciustól pedig kezdhetik a munkát azok a jogosultak, akik pályáztak, és hál' Istennek a megyében szép számmal pályáztak. Vannak még azért nagyon fontos dolgok, például az illegális aggancs gyűjtéssel kapcsolatban, ami 100 000 forinttól akár milliós bírságig is terjedhet, legalábbis az országos média ezt hírölte meg. Megyénkben mennyire jellemző ez a probléma? Jellemzően megyénkben ez nem jellemző probléma. Alapvetően Dunántúlon, a szarvasos megyékben, ahol a szarvas, a gímszarvas, a fővad, ott tud ez komoly méreteket ölteni és komoly problémát okozni. Miért probléma ez, hogyha valaki a földről gyűjt aggancsot? Alapvetően van egy jogi és egy gyakorlati problémája. A jogi probléma az, hogy a hullatott aggancs a vadászatra jogosult tulajdona értéke van, tehát azon kívül, hogy eszmei értéke, komoly pénzértéke is van, másrészt ebből a vadgazdálkodó sok-sok információt tud szerezni a vadállomány minőségi és egészségi állapotáról, nyilván szakember szemmel vizsgálva. A másik az, hogy általában az aggancsgyűjtők nem elégszenek meg azzal, amit elhullajt a vad, hanem abban az időszakban, amikor természetesen is elveti az aggancsát, akkor próbálják ezt kicsit siettetni, olyan módon, hogy kicsit megzavarásszák őket, meghajkurásszák, akkor ugye a futóváltak, hogy egymáshoz dörzsék az aggancsukat, vagy a fához ütődnek, ugye hamarabb leesik, tehát kvázi kevesebb területet kell bejárni, hogy meg legyen az eredmény. Ez viszont nagyon nagy probléma, hiszen egy megriasztott szarvas csapat megjósolhatatlan, hogy merre fog eliramodni, könnyen keresztezhet utat, okozhat komoly balesetet, arról nem beszélve, hogy ilyenkor már az őszi vetésekben is egy ilyen átszardó szarvas rudli olyan komoly kátot tenni, ami igazából jóvá tehetetlen lesz. Ezt viszont a vadászható jogosultnak kell majd megfizetni. Nálunk ez miért nem jelent annyira problémát? Nálunk örendetes módon jó minőségű és szép gímszarvasaink vannak, de megközelítőleg nem olyan mennyiségben, mint Dunántúlon. Nekünk jellemzően a Beregi részen van szarvasállomány, de
nem ez Szabolcs megyében a fővodja, hanem az őz, az őznél pedig nyilván azokat a számunkra oly kedves, de azért fizikálisan nézve nem olyan óriási agancsokat nem célszerű így gyűjteni. Volt már arra példa, hogy egyébként illegálisan agancsokat gyűjtőket találtak, vagy tartóztattak le? Tudtam, a megyénkben ez nem jellemző, tudtam, hogy nem is volt ilyen. Általában ezt helyileg szokták orvosolni, hogyha az ember szeretne néhány agancsot gyűjteni, a vadásztársaság ezt meg szokta neki engedni. Uram, bocsá, hogyha otthonra van szükség, néhány darabra, mert szeretnék kitenni, még előfordul, hogy maga a vadásztársaság mondja, hogy van néhány, és odaadják, mert sokkal egyszerűbb így megoldani békés úton, mint kellemetlenségekbe belemenni mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Köszönöm.